Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Szabó Péter, aki a Karcagi Birkafőző Fesztiválon abszolút első helyezést ért el a birkapörköltjével. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntelek, és köszöntöm a nézőket is. Ugye az elmúlt hétvégén Karcagon fesztivál hangulat volt, birkafőzés hagyományát élték újra a karcagiak, illetve a környező települések is, még messzebbről is érkeztek főzők, és ön abszolút első helyezést ért el a birkapörköltjével, de még mielőtt erről beszélgetünk, mit lehet tudni, mivel foglalkozik napjainkban? Hát polgári foglalkozásom van, amihez a főzéshez gyakorlatilag nem sok köze van. Egy gázipari technikus vagyok, gyakorlatilag egy saját kis vállalkozást üzemeltetek, és tehát a munka része ez. Családomban két gyermekem, a kisebbik 26 éves, a nagyobbik 30, és gyakorlatilag így éljük az életünket. És azt is lehet tudni, hogy tőzsgyökeres karcagi, és ennek örülünk, hogy egy karcagi vitt el az első helyezést. Igen, tőzsgyökeres karcagi vagyok, középiskolai 4 éven kívül, és a katona évei másfél évben kívül gyakorlatilag végig Karcagon éltem, és hát már most úgy néz ki, hogy itt is fogok maradni. Ugye azt, hogy valaki birkát főzön, az nem úgy jön, hogy egyik napról a másikra kitalálja, és már sikerül is egy szuper birka pörköltet elkészíteni. Gondolom, hogy ez a családban apáról fiúra hagyományozódott. Hogyan történt ez? Mióta próbálkozik a birka pörkölt készítésével? Hát én különleges helyzetben vagyok a téren, mert nálunk nem apáról fiúra történt a dolog. Az első kezdeti lökéseket, ha lehet így mondani, azt édesanyámtól kaptam, őtől lestem el a kezdeti fogásokat. Aztán, mint ahogy mindenben, ebbe is gyakorlás kérdése a dolog. Minél többet főztem, annál több tapasztalatot szereztem, és hát gyakorlatilag így alakult ez ki. A legeslegelső fesztiválon 2006-ban vettem részt. Na most annak 16 éve, ha jól számolok, 2 elmaradt, tehát 14 fesztiválon vettem eddig részt. Közben folyamatosan főztem. Ez annak köszönhető, hogy 2006-ban, amikor először kimentem a fesztiválra, mint résztvevő, nekem nagyon tetszett az a hangulat. Nagyon tetszett, ahogy az emberek ott jól érezték magukat. És ott ismerkedtem meg a akkor még birkafőzők baráti társaságának a tagjaival. És invitáltak, hogy lépjek én is be, és hát megmondom őszintén, nagyon is szerettem volna belépni, és onnantól kezdve kezdődött ez a birkafőző történet nálam, és hát utána a baráti társaságból egyesület lett, és azóta már jó néhány éj eltelt, és jó néhány birkát megfőztem. Gondolom, hogy nem csak a rendezvényeken főz birkát, hanem családi eseményeken is. Milyen szerepet tölt be a birka főzés hagyománya a családon belül? Hát az édesanyám, még hatan voltak testvérek, hogyha egy névnapra összegyűltünk, akkor a 6 testvér a 6 férjével, 12 kis gyerekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, hamar összejött az a 40-45 fős társaság. Akkor az ugye egyértelmű volt, hogy birkát kell főzni. Gyerekkorban ugye mindig a felnőtteket csodáltuk, hogy hogyan főzték, mindig hamarabb mentünk egy kicsivel, hogy lássuk, hogy akkor az hogy rotyog, mindig oda mentünk megnézni. Utána, amikor már én a saját családomnak főztem, akkor pedig próbáltam átvenni azt a szerepet, hogy ugye én nálam legyen, én főzzem, adjak egy pluszt azzal a vendégeknek, akik oda jönnek hozzám. És hát innentől kezdve, hogy minél jobbat főzzek neki, mert ugye az a cél, hogy minél jobbat főzzem az ember.
Igen, az kitűnik, hogy szereti a birkát főzni, elkészíteni. Ön szerint mi a titka a jó birka pörkölyknek? Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nem tudom, hogy mi a titka. Nem tudom, hogy mi a titka. Sokat kell, nagyon sokat kell fűtni, szerintem. A titka maga az egyszerűségében rejlik. Nem csak birkát főzök másfajta ételt, és veszek részt, sok rendezvényen veszek részt, vadfőző versenyen, minden, többfajta fesztiválon, és ott azt látom, hogy túl bonyolítják a dolgot, túl fűszerezik a dolgot, túl gondolják a dolgot. Ez az egyik, a másik pedig nem fordítanak kellő figyelmet az étel minőségére, a fűszerek minőségére, és a saját környezetükre se. Szerintem jó pörköltet nem lehet rendetlen állapotban főzni, nem lehet nem odafigyeléssel. Sok embertől hallottam, hogy én csak beledobáltam mindent, aztán megfőtt, megettük. Jó volt, természetesen jó, nem is vitatom. De ahhoz, hogy valaki igazán jót főzzen, azzal igenis szerintem a felkészítéstől egészen a végéig foglalkozni kell, folyamatosan kell vele foglalkozni. Említette, hogy tagja a Karcagi Birkafőzők Egyesületének, hogy ez egy csapat. Tanult-e ettől a csapattól, vagy a csapatnak a tagjaitól? Lesette el olyan fogásokat, amitől még jobban készítette ezt az ételt? Hát, mint az elején említettem, a kezdő fogásokat édesanyámtól tanultam. Nyilvánvalóan én is éreztem, hogy lehet még tanulni, nem mintha az nem lett volna tökéletes, de az ember mindig arra törekszik, hogy még jobb, még jobb, még jobb. Na most a birkafőző, akkor még baráti társaság, most már egyesület. Olyan lehetőségeket biztosít, hogy mehetek másokkal főzni. Nagyon sok bemutatóra járunk, fesztiválra járunk. Igyekeztem mindig úgy menni, vagy úgy menni, hogy olyan emberekkel, akiktől lehet tanulni. Mert csak azért, hogy elmenjünk, meg főzünk egy birkát, az is jó, de hogyha az ember már ott van, akkor gyűjtsön tapasztalatokat is. Na most a birkafőző egyesületben azért vannak erős birkafőzők, ez nyilvánvaló. Már csak abból is kitűnik, hogyha most megnézzük az első 6 aranyérmest a mostani birkafőző fesztiválon, 4 az egyesület tagja. Tehát azért úgy gondolom, hogy viszonylag ezt a szakmai szintet erősen képviseli. Na most tőlük ellesni dolgokat. Még akkor is, hogyha én tudom, hogy nem úgy fogom csinálni, vagy nem azt csinálnám, vagy nem annyi fűszert tennék, vagy nem akkor tenném bele, de tapasztalatnak természetesen jó. És a nagyszámok törvény alapján előbb-utóbb ki fog alakulni az a fajta stílus, amit az ember alkalmaz. Nyilván szájízt azt nem lehet tanulni. Az vagy van az embernek, vagy nincs. De az összes többit azt igenis úgy gondolom, hogy lehet. Ez így van. Most, mikor elkészült a birka pörkölt és vitte a zsűri elé, gondolta-e azt, hogy na ez most jó sikerült, és hát ha helyezést ér el? Hát nem tudom erre, hogy lehet úgy válaszolni, hogy az ember szerény is maradjon, meg nyilván az eredmény tükrébe azért tudja is, hogy mit főzött. Kóstoltam az ételemet. Nem ettem belőle, mert én ilyenkor nem tudok belőle enni, mert van más, aki megeszi, tehát nyilvánvalóan én ilyenkor csak megkóstolom, a vendégeknek feltállom, kiszedtem a kóstolót, és arra azért mindig szoktam, hogy az én vigyem be a zsűrinek. És éreztem, hogy nem rossz. És akkor még finoman fogalmaztam, tehát tudtam, hogy jó pörköltet főztem. Az ember ilyenkor egy kicsit kikacsint a többi főzőre is, mi van a tányérjában, mi van a lábasában, az övé milyen, az enyém milyen. Nyilván valami fajta összehasonlítási alapnak lennie kell. És titkon reménykedtem éremben. Ezt nem tagadom, mert hát hiszen az ember indul egy versenyen, akkor azért indul, hogy valamilyen helyezést elérjen. Ha nem is legyőzni akarja a többieket, mert egy ilyen versenyen, egy gasztronómiai versenyen nem legyőzni kell a többieket, hanem egy olyan jót főzni, ami jobban ízlik, mint a többieké. Vagy nem tudom, hogy ezt hogy fogalmazom, tehát gyakorlatilag ez a lényeg, hogy egy olyan finomat főzön az ember,
amit a többiek nem. Na, ez a pontos megfogalmazás, körülbelül, amit szeretem. És hát egy érembe, de az, hogy én egy aranyérmet nyerek egy ilyen versenyen, az szerintem a birka főzésnek a csúcsa, vagy nem tudok jobban fogalmazni. Szerintem a Karcagi Birkafőző Fesztivál a Magyarországi Birkafőző Fesztiválok legrangosabb eseménye. Ez mondhatjuk minden szerintem esély nélkül szerintem. Aki ezt megnyeri, vagy aki itt bármilyen érmet nyer, tehát ez nem kell itt aranyra gondolni, egy bronzra vagy egy ezüstre is, az szerintem óriási teljesítmény. Milyen a siker íze? Milyen volt az, mikor fölment a színpadra, és igen, ezt most én nyertem? Tehát az előzőre visszajövő, hogy számítottam rá. Hát amikor már csak három aranyérem volt, és én még nem kaptam semmit sem. Már egy kicsit úgy nem voltam keseredve. Szólították Nagy Györgyenőt, már mondom, már csak kettő van. Akkor utána Labonci Janiék kimentek, és akkor mondták, hogy az abszolút első. És arra nagyon-nagyon nem számítottam. De amikor felmentem a színpadra, és hallottam, hogy az emberek tapsolnak, és utána, amikor lejöttem a színpadról, és odajöttek az emberek gratulálni, hát nagyon-nagyon jó volt. Az esti koncertre felmentem, ott is nagyon sokan odajöttek gratulálni. Jó érzés, de gyakorlatilag az ember ezért is csinálja ezt a dolgot, hogy adjon valamit az embereknek, hogy és utána, hogyha azért dicséretet kap, annak nagyon tud örülni. Távolabbi tervek? Esetleg következő alkalom, ahol főzni fog? Hát távolabbi tervek. Az Egyesületbe továbbra is szeretnék aktív tag lenni. Eddig is úgy gondolom, hogy aktív voltam. Hát legközelebb, mikor főzünk, ma délben indulunk Balatonfüredre, egy nagyon kedves családhoz megyünk, baráti társasághoz, évek óta járunk hozzájuk, ilyenkor birkafőző után viszünk egy birkát, és akkor azt holnap megfőzzük, és akkor szokott lenni egy kis vitorlázás benne, egy kis partisétal, egy kis fagylalt, utána család van, és utána augusztusban, hát már van három hely, ahova mennem kell, de hát közben nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, tehát a családdal is lennem kell, a más hobbit is szeretek csinálni, tehát azért be kell osztani ezeket a dolgokat. Ez a boldog győztes érzés, ez most feltöltötte. Én kívánom, hogy ez adjon még több kreativitást, erőt ahhoz, hogy minél több ember tudjon boldoggá tenni a finom birkapörköltel. Köszönöm szépen, én is ezt szeretném. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket.